nincsen túl messze. Mert igazából a nagy adagolóba is egy ilyen izével kéne a cuccot kinyomni. Viszont onnan a földet el kéne tüntetned az összeset, mert tudod, akkor rosszat szív föl. Mármint honnan? A kimenetnél. Oké. Én meghozom a futószalagot nekünk. Igen. És akkor ebbe átülök. Enter X. És ez arra felé megy, így. Hát, nem egy terepjáró. Az, hogy nem gyors van, hát az... Nem annyira sík a terepám. Mi ide jössz? Szomszédból jössz, nem? Mit honnan jössz? Mit jövök, látod? Felszoktam az összes föllött. Oké. Oké. Nézd, ez most így odébb viszi a sódert. Az is valami, nem? Hát mondjuk nem sokáig szedte föl. Nem, mert nagyjából ugye ide kéne beállítanod. Hidd el. Csak nem sík a terep előtte, papa, tehát, hogy... Például azt mondtam én is, hogy picit dombocskás. Jobban mondtam, hogy földmunkázni kell. Igen. Nem nagyon engedi ám kipakolgatni itt a dolgokat nekem. És azon gondolkodok, hogy most hozzak ide egy magas adagolót, mert ez csak abban lesz hajlandó kipakolni? Majd, hogyha lesz pénzünk van, addig meg megoldjuk. Igen, mostunk abból lesz pénz. Annan nem szedi föl egyáltalán. Most szedi. Nézd meg, hogy most szedte az előbb. És ennyit szed föl, aztán elfogy a hely neki. Ő szerinte. Az gond. Az a baj, ez csak adagolóba szedné be. Jól. Tehát szedni ő a sódert, csak a kirakodási ponton neki ő szerinte nincs elég.
Nem sík a terep. Ezt itt síkba kell húzni. Addig ez nem fog működni. Síkbarok. Oké. Okay. Vagy most működik? Nem, egy darabig működött. Ennyi. Na nézd. De először sódát szedte föl. Jó, figyelj, én ezzel bóckodok, addig meg nem tudom, csinálj máshol, hogy megoldom. Sík terepezést. Jó. Ilyesmibe kéne tenni, ez... De te ott lefelé síkolol, azt tudod? Nem, flatten nem van, meg normálon. Igen, de lefelé, tehát hogy alacsonyra rakod a síkat, nem? Nem azon a, nem azon a, te, tehát nem a, nem, nem a, a síknak a vízszintese, az nem a, hogy hívjákon van. Nem a bányagép magasságába. Nem, csak azt nem tudom, hogy tudom beállítani neki. Hát úgy, hogy ott kezded el, ahol a bányagép van. Ezt elmondtam. Vázd meg. Ha. We have a little problem. Jó. Az a little problem, hogy nekünk sajtos. Te. Egy ilyennel kell elhozni. Nem tudom, hol kötök rá. Oké. Hogy állsz? Próbálkozom tölteni, de nem akarja. Oké, okay. Hagyjad. De most, ja, te így síkolsz, hogy földet öntesz bele? Hát az nagyon rossz. Nem, nem szedtem föl semmit már. De tele van a kanalod földet. Igen, korábbról, de síkolt hát... egy ideig, majd utána ugye lentebb ment. Hát persze. De hogyha ugye kijöntöm, akkor ugye kupacot képez. Igen, de hát hátrafelé a bányába kijönthetted volna már rég. Szemetelt ki a... ezért én meg jönnék ide síkolni, de... Jó.
Ja, tele van a kanalam. Akkor ki innen. Tehát, hogy úgy képzeld el, mint egy ecsetet, ami tölti a... ezért. Én tudom, hogy mit kéne csinálni, tehát nem azon a probléma. Csak azt nem tudom, hogy hogy csináljam meg. Hát, ahol állsz, ahol a kereked van, az a sík alapja. Oda úgy fogja csinálni. Igen, az lett volna a cél. Hozzányúltál az egyik futószalaghoz? Nem. Lehet, hogy már neki ugye a range-ében nincsen cucc. Az kizárt dolog. Megint bele kellett ugrani, csak javítani. Oké. De most mit csinálsz? Elállítottam a gombot, és most nem tudom visszaállítani, hogy borítsa ki. Most erre mit mondjak? Semmit, meg... nem tudom, hogy melyikkel állítja a másikat. De ki írja, nem? Nem, nekem valami ezzel állítódott. Na és így... Oké... Okay. Most a másik állt meg, utószalag. De az... Hát elvileg pedig kap földet, de mindegy, öntök ide neki. Igen. Bukodj. Igen, bele kellett. Néha elromlanak. Nem tudom, hogy direkt van ez így kitalálva. Lehet. Most ott miért szedsz földet? Nem értem a kérdést. Hát, hogy miért szedsz ott földet, amikor itt kéne síkba, mindent síkba kell hozni? Azt hittem, hogy ezt meg tudod csinálni. Akkor most végül is hogy tölti föl, akkor földet nem is kell neki beletölteni? Nem. Úgy síkolja? Nem, szedni fog belőle földet. Most ebben a síkban leszedtem a sódert. Most kidobom oda, ahol a sódert szoktuk kidobálni, mert ez... Így. Azért nem értettem, hogy te miért hozol ide földet, amikor direkt mondtam, hogy ne hozzunk ide földet. Vagy te úgy gondoltad, hogy a síkolás az a feltöltés? Mert az nem az. Hát, hogyha azt hiszed, akkor logikusan az lenne. De nem, semmi logika nincs ebbe, ez egy RGC mód, ami úgy síkol, hogy így mész és síkba húz és földet szed ki. Miközben feltölti, közben igazából viszed a földet. Tehát az üres lapátod fog megtelni közben. És így lesz sík a terep. Ott, ahol dolgozunk. Úgy nagyjából. Ja, akkor melyik részt próbáljam síkosítani, vagy itt környéken mindent? Igen, az egészet kéne síkba hozni.
bénázok én is egy kicsit az irányítással még. Tehát, hogy ezt a... De te most hova mentél? Hát azt kérdeztem, hogy melyik a köd, részben de nem fél, ott, mondom. A kiadási pontot csináljuk síkra. Hát mit csinálsz? Fény, vagy csíkbaró, hát. Viszed a földet, bazd meg mindenhova, csak ott nem vagy, ahol dolgozunk. Onnan nem fogod tudni csinálni. Igen, ahol meg te vagy, oda meg éppen, hogy nem férek be. Hát mert, hogy nem azért síkoltuk kérdeztem. Ki. Hát azért hozzuk síkra. Tehát itt ez az egész terepet lehetne síkra hozni. Én itt kezdem el síkra hozni, nézd, csíkbaró, ez a sík. Látom, hogy hol vagy, igen, én tisztában vagyok. Itt kezdek el síkolni, és akkor itt hozom síkabra a cuccot, hogy meg tudjunk mozdulni. Mert hogy fogod azt az új adagolót oda berakni kis pirossal? Sehogy. És egyébként ahogy húzza föl a terepet, tölti meg földdel a... ezért is. Tölti meg földdel a gépet is. Azt meg át lehet mosni. De most már el kell vinni a sódert majd. Tölti? Mármint mit? Hát most csinálsz valamit? Próbálom beállítani, hogy ugye mindegyik ponton zöld legyen, elméletileg akkor van síkban a kanál, és nem akar beállni teljesen. Hát de hát itt beállsz, ha a sík terepen állsz, akkor ez igen. Már nem gond. Igen, de akkor se lesz sík, mert akkor hupi lesz. Nekem nem. Csak sódert szedett föl már. Tehát most akkor ráfordulok a sóderre, mert akkor azt szed már csak és kiderül. Csak egyfélét szed. Ez mondjuk fura. Sódert azt így a víz felé borogatjuk, azt imovam. Szerintem az a víz, ez... ezé. Ezt így fel fogjuk tölteni így teljesen. Siker? Nem csinál semmit. Terraform, flatten, discharge, normál. Jó, akkor az, mert azt kérdeztem, azt mondtad, az is flatten. Nem. De lassan már készen van, tehát, hogy... Mindegy, úgy is kell majd még flocot építeni hozzá. Igen, de ez most lassan arra elég lesz, hogy elférjen a magas adagoló, meg a kis piros. Szerintem. Ja, az erdő kicsi. Kissi hútban van az erdő. Valóban. De hát... Jó, és akkor most oda rángatom a kis pirost, utána meg a nagy pirost. Akkor igen, futószalagokhoz az mehet még föld, vagy akkor azzal várjuk még? Szerintem megpróbálhatod, hogy raksz oda most. Leáll, oké. Okay. A kis pirossal kell
terepraliznom. B, mint öv kikapcsolása. Elindulunk arra, az... megpróbálunk kijebb menni. De lassú. Igen, ez... ez nem kapkodja el. És rendesen össze-vissza megy. Igen. Szágódok egy futószalaggal odafelé, majd ügyelj rám. Ez ennyivel megy? 5 km per óra. Motor nélkül nagy teljesítmény így is. Most megyek el mögötted. Mondjuk itt legalább lehet irányítani, mert síkba van. Jó, az sac per kb. Majd így, így kell legyen. És akkor most jövök a traktorra. Nem akartam én kiugrani, halom. Jó, traktorból ki, és a bérelt traktort visszaadjuk a... Igen. Jó. Ebbe beülünk. Motor beindít. Azt meg nem abba ültem be, amibe akartam. Beülünk. Nézd, erre gondoltam így, hogy ez az adagoló így erre felé fog kifelé dolgozni. Igen, az kell is, majd ott lesz egy nagyobb hegy hamarosan. Nem fölötte vagyok? Kurvára nem fölötte vagyok. Jó. Értem. Minden.
Az irányítási nehézségeket leszámítva, ezt nem könnyítették nagyon meg a mod készítői nekünk. Ez szerintem most szedi be. És ez meg kontroll... Várja! És csak ilyen magasra ki tudjuk tolni. Kirakás itt. Így jó, ugye? Nem látom a fától a végét, majd megnézem, de hát gondolom, hogy jó nagy kupacot meg tud csinálni. Igen. És azt már a másik oldalról tudod leszedni majd. Itt meg szedi föl szépen a ezért sódert. Ez most olyan rendszerszerű. Egy ránézésre. Itt már van egy kis aranyunk egyébként. Na, végre valami jó. És ha jól állok ide, akkor lehet látni, hogy újra folyamatosan tölti bele a földet. Mondjuk ezt nem frissíti túl jól, de csinálja. Oké. Okay. Egyelőre csórók vagyunk, mint a templom egere. Próbálom itt akkor. Jó, hát szerintem gyorsabban adagolunk így is sokkal, mint ahogy tudja enni. Nem? Hát egy kicsit. Szél lenne jó, hogyha a három valahogy rá tudna állni. Ez picit az lesz majd, hogy megpróbálunk még egy mosót. Hosszú távon két mosóval dolgozunk, mit szólsz hozzá? Két mosó, és a két mosó majd fogja tudni adagolni. A, viszont az földet szed, ez egy a kér, nem? De. Szed a sódet, földet, hülyeségeket mutogat. Igen, földet is rak bele az adagolóba, tehát valahol közel került a kiadási területhez föld. Vagy alól leszedik ki? Nekem az is. Igen, lehet, hogy alóla szedte ki. Valaki nem működik jól, vagy igen? Ne adjál neki, légy szíves, most földet, várjuk meg, hogy leürüljön, lássuk, hogy meddig tart a rincs. Mert ott a túloldalon elkezdte földet szívni szerintem innen. Látod? Addig azért nem kéne elérni. Hát... Jó, mindegy, a túloldalon viszont a sódert lehet üríteni, az biztos. Oda lehet menni. Küzdjünk, küzdjünk.
Mosni. Megyünk mosni. Azt mondja, hogy... Figyelj, akár azt itt hagyhatod is, azt ássuk majd ide egy gödröt. Hát, hogy hosszabb távon azzal jól járunk, ugyanúgy föld közel van, és akkor majd már majd bele a sóderdögivel. Nekem azzal van a bajom, Csigvaró, hogy még szívod fel ez a rendszer földet, és amíg azt nem tünteted el, nem nyomja ki a sódert. Tudom. Ezek korábban is szívtunk. Tehát itt a földet próbáld majd elvinni, én a sódert viszem éppen. Jó, akkor ami a kanálban, azt kijöntöm a mosóhoz. Én itt próbálom felszedni azt a sódert, amit mellé ment, meg izé. Nem se tudod annyira. De hát azért miért ne tudnám. Nézd meg, hogy én vagyok a földmunkások csillaga, kiszedem én azt a 3 centiliter sódert onnan. Hogy? Most tudod a földet ott a végéről leszedni. Na és az a kérdés, hogy akkor itt most mi kéne változtatni? Ugyanúgy a terraform majd flattenem meg biztos. Ugyanazon, nem változtatsz az állapoton. Csak annyi, hogy a földet le kell üríteni ott a végéről. Igen. Már egy részét leszette, csak ugye pont olyan, hogy nem tudok ráállni mindjárt. Hát azért kell flattenelni, nem? Nézd csak, nem akkor van, mutatom. Azonban. Mutatom, most nézed, hogy mit csinálok. Leteszem. Arra van beállítva, igen. És de flatten. Akkor így bontod. Ja, hogy így akarod bebontani? Hát ezt mondtam, jó, hogy van. A földet el kell innen vinni. Azt hittem, hogy csak amit kihány, azt akarod. Nem, az... Hogy ki tudja így rakni, hogy kényelmesen. És akkor itt most már lehet a sódert majd odébb vinni. Nem kell több földet elvinni onnan, most már csak sódert kell, meg önben már lassan a gépet fogjuk, de így most szerintem működik. Nálam dört van, azt előre viszem mosni. Nálad is dört van. Igen, amennyit felszedtem fél. Na hát ezeket így kirakjuk így szépen ide. Ezt majd átmossa. Igen, most sódert szed, az biztos. És sódert is önt ki itt a végén. Ez jó. Szed föl földet is sajnos. És megint. A sóderre a földet nem önti ki. Ez a baja. Jó. Hogy állunk a következő aranyhoz? 1700 goldon vagyunk. És... üzemanyag félig van. Földet folyamatosan pakolja bele. Nem túl gyors ez a mosó, tehát hogy ez ebből a dörtből elég szarul
klimája. Mert azt nézem, hogy a stream, tehát folyami izé lenne, valószínűleg ez nem a legjobb föld nekünk itt, amink nem, van. Nem, hát ez gyakorlatilag a sima termőföld, amit leszedünk, fedőréteg teljesen. Jó. Oké, elviszem az aranyat olvasztani, jó? A hagyja. Nem futunk, mert elhagyjuk. Amit kimostunk aranyport, azt most nekünk le kell olvasztani. És már nem emlékszek az arányra, de mindjárt kiderül szerintem. 90%-át kapod meg kb. Na, ott ér jó úgyis. Ami? Forgatni kell mi? Igen, és hogyha állítva forgatjuk, csak akkor szedi be. Igen. Ez volt a múltkora... Ez volt a múltkora mi legnagyobb bajunk. Jó, gold smelter. Ja, hogy ez már működik. Ez csinál valamit. Itt olvasztja le. Igen. 250-ből csinál 210 egységnyi aranyat. Jó. Nem vitted el a sódert? Mi a gond? Nem akarja felszedni. Hát nem tudom, hogy mit csinálsz, nem vagy tele? Nem. 45%-ig ugye a jelentős részét felmart, az alját már nem akartam. Még nem állítottam semmit rajta. Nem tudom, hogy miért nem hajlandó a végén kiköpni most. Ilyen nézem. Én már kivont akarítva. Megy. Megy, most jön, mit csinált? Beakadt az is. Piros, a kis piros volt a bukos. És ahogy látom, nem is nyomott ki földet, csak sódert. Ja, de most szedi föl szépen a mosó végéről a sódert. Azt ki. Mit csináltál? Fel akartam szedni a sódert, az kicsit odén mozgott, nem azt szedte föl. De hát, ja, hogy tereprendeztél? Nem akartam. Hát egyelőre működik. Azt most kiöntheted ugyanoda, hát ha. Hát vagy hagyd a faszba, hagyd a faszba, működik. Nem akarom, mert lehet, hogy még jobban szétszedi, tök mindegy, majd úgyis alá lesz dúcolva mással.